az előző részben. Készüljetek! Janelle először versengett a kék csapat tagjaként. Ó, igen, a kék csapat talán ezt megnyerheti. A főételváltóban. Három lenyűgöző főétel, de egyszerre csak az egyikőtök lehet a konyhában. Bár mindkét csapatnak voltak nehézségei. Ramsay Chef mindkét konyhában szó szerint tüzet oltott. A legújabb csapattaggal. Megcsináljuk, fiúk! A kékeknek sikerült valami, ami eddig csak egyszer. Gratulálok! Megnyertek egy kihívást. Igen! Sikerült! Míg a pirosak belekóstolhattak a vereségbe. Ez szégyen! A vacsoránál John és Janelle dolgozott az előételekkel. Jön a risotto! És a kék konyha megállíthatatlannak tűnt. Így tovább! Míg nem. Mindenki állj! Zack túlsütötte a húst. Zack, a bárány éget! Ez pedig megakasztotta őket. A játéknak ezen a szintjén! Csináld jól, vagy húzz el! Úgy tűnt képtelen kommunikálni társaival. Zack! Zack! Ahó! Ami tovább rontott a dolgon. Nem figyelsz! De végül összekapta magát. Szép lett. És a kék csapat tiszteletreméltóan fejezte be a vacsorát. Kösz szépen, Janelle. Örömmel, John. A pirosaknál Susan. Szép. Jól indította az előételekkel a vacsorát. De Cindy homárfarkai. Nézd, lepattan a rohadt falról! Gyertek velem mind! Az egész csapatot a bajba sodorták. Megfúrod a pirosakat! Mary tökéletes wellingtonjai. Visszahozták őket. Szép volt. Ramsay Chefnek voltak jó hírei. Két győztes csapatunk van. És rosszak is. Csak négy fekete kabátot osztok ki. Kérek egy jelöltet a kék és egyet a piros csapatból. A kékek könnyen döntöttek. Zack. De a pirosak nem tudtak megegyezni. Susan. Mary. Cindy. Ramsay kikérte a volt csapattársuk véleményét. Janelle, ki a leggyengébb szakács? Susan. Végül Zacket küldték pakolni. Csak sikert. Aki így kénytelen volt elköszönni álmától, hogy ő lesz a Gordon Ramsay Pub & Grill főszakácsa a Caesars Palace-ben. Amanda. Netra. Cindy. Zack. John. Dan. Barrett. Jacqueline, Christian. Mary, Anthony. Sebastian. Daniel, Raymond. Janelle. Michael. Gina. Jessica. Jeremy. Susan. Gordon Ramsay, a pokol konyhája. És most a pokol konyhája folytatásában. Most tűnjetek el. Egy kicsit bepisíltem. Azt hittem, én megyek haza. Susan, te még itt maradsz. Állj vissza a sorba. Megkönnyebbültem. Kikészültem, mintha érzelmi hullámvasúton ültem volna. Megváltoztatod valaha a véleményedet? Mit tehetnék? Nem hiszem, hogy itt bárki gyenge lenne. Csak apró dolgokon lehet kukacoskodni. Nem fogom neked elmondani az érzéseimet és az őszinte véleményemet, ennyi. Fogadd el, vagy felejts el. Érted, hogy gondolom? Rettentően frusztrál, hogy Janelle szerint nem tudom kezelni a nyomást. Szerintem meg kellene nézetnie a szemét. Egy jó szemüveggel talán a véleménye is megváltozna. Befejeztem, de ha valaki még egyszer gyengének nevez, azt kinyírom. Úgy érzem, nagyon kilógok a sorból. Igen. Csak te vagy, fiú. Ösztrogén mindenhol. Kakasnak lenni a tyúkok között nem pontosan olyan, ahogy azt elképzeljük. Azt hiszem, ráadásul még menstruálni is fogok. Ó, holnap még pedikűröznünk is kell. Istenem, már csak arra várok, mikor tör ki egy párnacsata, aztán hirtelen arra éredek, hogy a négy lány lefog és megpróbál kisminkelni. Nézzétek! Mi ez? Csoki? Na jó, én lefekszem. Jó ét! Csend és béke.
Tom szeretné, ha brazil fazon gyantáztatnék, de én azt kérdezem, próbáltál már kitépni egy szőrszálat a hátsódból? Fáj? Én csak mostanában kezdtem gyantáztatni az intim részeket. Elég. Susan, a falak rettentő vékonyak. Te borotválod? Istenem, tényleg erről beszélgetünk? Igen, erről. Hé, ez állati. Jó ét mindenkinek, szép álmokat. Miután John egy kellemetlen estét töltött a szálláson. Jövök már! Az utolsó öt szakács a konyhába siet. Jó reggelt! Jó reggelt! És csak egy dolog jár a fejükben. Biztosra veszem, hogy mind azon gondolkodtok, mikor kapjátok meg a fekete kabátokat. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de van még egy fontos dolog, amit meg kell tennem, mielőtt erre sor kerül. Minden ezzel a videóval kezdődik. Igen, főnök. Nem tudom, mit fogunk megnézni, de készen állok. Nagyon figyelek majd. Szia, Szín! Istenem! Szia, Szín! A kutyád azt mondja, nagyon büszke rád. Nagyon hiányzol neki. Istenem, nem számítottam a családomra. Mind büszkék vagyunk rád, és nagyon hiányzol nekünk. Alig várjuk, hogy hazagyere, és újra találkozhassunk. Őrülten hiányzik a családom. Jó érzés volt hallani anyáról és a testvéreimről. Szeretünk! Szia! Atya ég, én is majdnem elbögtem magam, mert tudtam, hogy érzi magát. Nekem is hiányzik a családom. Szia, Johnny! Nagyon büszke vagyok rád. Örülök, hogy eddig eljutottál. Már várom, hogy találkozzunk és megöleljelek. Nyerd meg, John! Te vagy a szívem és a lelkem! Mindent megpróbáltam, hogy visszatartsam a könnyeimet, de Istenkém, olyan jó volt látni őket. Szia, Janelle! Boldog vagyok, hogy eddig eljutottál. El sem tudom képzelni, min mehetsz keresztül, de remélem továbbra is sikeres maradsz. A családom támogatása a világot jelenti nekem. Szinte éreztem a pozitív rezgéseket a képernyőn keresztül, és ez csodás volt. Szia, Susan! Remélem, jól mulatsz. Bárcsak segíthetnék neked, de tudom, hogy jól csinálod. Büszke vagyok rád, és hiányzol. Szeretlek. Sok sikert! Üzenetet kaptam az öcsémtől. Csodálatos volt látni az arcát, és hallani a hangját. Mary, itt az öcséd! Hé! Izgatott vagyok, hogy videóüzenetet küldhetek neked. Remélem, hogy végig remekelsz, és a csúcsig menetelsz. Érted, mire gondolok? Hű, micsoda fickó! Nagyon szeretlek! Oh. Ugye milyen csodás volt? Ez plusz motivációt adott? Igen, főnök. Eljött a következő kihívás ideje. Jó volt látni az üzeneteket, de nem kellene így belevágni egy kihívásba. Ramsay főnök, tényleg ezt teszed velünk? A mai kihívás... hogy egy kicsit a családotokkal legyetek. Istenem! A családom! Jól van. Nem hittem el, hogy itt vannak. Nem hittem el, hogy itt van a családom. Atyám, ez rohadt nehéz. Hello, idegen! Rengeteg érzelem kavargott bennem a családom láttán. Öröm, bánat, szeretet, minden. Olyan jó látni benneteket. Szia, anya, hogy vagy? És te hogy vagy? Jól. Atya ég, itt volt az anyukám, az öcsém. Nem is vártam ilyesmit. Úgy örülök, hogy itt vagytok. Kicsikém. Habár örültem az anyukámnak és az öcsémnek. Sokat gondolok a férjemre. Nagyon-nagyon hiányzik. Hol van Tom? Suliban vagy? Igen, suliban. Sajnálom. Töltsetek együtt egy kis időt, és mulassatok jól a szeretteitekkel. Itt egy levél Tomtól. Szia, szívem. Nagyon hiányzol. Borzasztóan sajnálom, hogy nem lehetek veled, mert szeretném megmutatni, mennyire büszke vagyok rád, és mennyire támogatlak. Nagyon hiányzik Tom. Jobban, mint eddig bárki egész életemben. Ő a legjobb barátom, és nagyon rossz érzés, hogy a verseny alatt nem találkozhatok vele. Ez nagyon cuki. Hogy vagy, drágám? Minden másodperc megéri. Nagyon hiányzol nekünk. Hogy van Hayden? Jól, most volt az első napja a suliban, olyan büszke volt. Szívem, hamarosan találkoztok.
Hayden a kis haverom. Ő hiányzik a legjobban. Egy éves volt, amikor meghalt az apukája. A legjobb barátom. Kihagytam az első napját. Semmi gond, még láthatod. Eljössz és nézed, ahogy felszáll a buszra. Így lesz. Már olyan sok dolgot átélt. Pedig még csak 5 éves. Nagyon várom. Istenem, csak egy gyerek. Ezt az egészet Haydenért csinálom. Még nem kaptuk meg a fekete kabátot, és már csak 5-en vagyunk. Még valakinek ki kell esni. Csak ezután kapjuk meg. Benne vagy a legjobb 5-ben. Ez már a tiéd. El sem tudom mondani, hogy miket csináltam. Büszkék lennétek rám. Jó érzés volt, hogy a családom eljött, és azt mondták, büszkék rám, szeretnek, és tudják, hogy eddig is mindent megtettem, és már csak egy kicsi van hátra. Ez sokat jelentett. Már az is őrület, hogy itt vagytok a pokol konyháján, nem? Mintha otthon lennék. Igen. A legtöbb kihívást megnyertem, mint mindig. Gratulálok. Le akarom nyűgözni a főnököt, de az a lényeg, hogy anya büszke legyen rám. Úgy örülök. Igazán jó érzés volt látni, hogy anya mosolyog és boldog. Próbálok koncentrálni. Csodás. És baromi jól főzni. Bocs, anya. Biztos nem szívesen hallanád, hogy így beszélek munka közben. Ő az anyukám, és ő inkább azt szeretné, ha kedves és finom lenne a modorom. Johnnal mindenkit segbe rúgtunk. Bocs, anya. Szóval cseszett egy nap volt. Bocs, anya. A konyhában pörögni kell, és közben állati csúnyán beszélünk. Bocs, anya. Vissza se tudjuk fogni néha. Tudjátok, hogy képes vagyok rá. És baromira megcsinálom. Bocs, anya. Sohasem volt gond, hogy fejezd ki magad. Nem. Itt vagyok, ezt magamért teszem. Te tudod, még sohasem tettem ilyet. Megérdemled, megérdemled. Köszönöm. Tudom, hogy még valami őrült kihívás vár ránk a fekete kabát elnyerésért, úgyhogy nagyon izgulok. Ugyanakkor motivált vagyok és izgatott, különösen, hogy a családom is itt van. Fogadok, hogy ez az első alkalom, hogy lazíthatsz, vehetsz egy nagy levegőt is. Igen, még sohasem ültünk ezekben a székekben. Elnézést, hogy megzavarom a szép pillanatokat, de megkérem a családokat és a szakácsokat, hogy legyenek szívesek, jöjjenek a központi területre. Köszönöm. Istenem, vajon mit tartogat nekünk? Erre nem készültem fel. Ó, ne, kihívás következik. Szakácsok, családok, még van egy nagyon-nagyon fontos feladatunk. Ahogy a versenyzőknek már mondtam, csak 4 fekete kabátot osztok ki. És sajnos ti még 5-en vagytok. Főnök, kérlek, ugye nem azért hoztad ide a családunkat, hogy az egyikünket velük küld haza? Ez olyan megalázó lenne. Most jöttem rá, ahogy rátok néztem a családotok körében, hogy bármelyik őtök megnyerheti a pokol konyháját. Éppen ezért mind az 5-en Istenem. Fekete kabátot kaptok. Igen. 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 Megcsináltuk, büszke vagyok. Oh, Istenem! Várj, mit is mondtál? Mind fekete kabátot kapunk. Te jó ég! Főnök, miért csinálod ezt? Először feldobsz, aztán lerántasz, aztán megint fel. Mindjárt felrobbanok. Ember, ez a nap kezd őrült jó lenni. Apám! Ne sírj már, Cindy! Én sose sírok. Tényleg nem, még sosem láttam sírni. Cindy, te sosem sírsz? Otthon bőgőmasina vagyok, de itt megpróbáltam megkeményíteni magam. Most viszont túláradnak az érzelmeim, nem tudom visszatartani. Örömmel hallom. Jól van, hölgyeim és uraim! Ezt a csodálatos fekete kabátot először Johnnak adjuk át. John, lépj előre, kérlek. Szép volt, John! Köszönöm szépen. Ragyogó. Köszönöm. Ez jó hír. Janelle! Szép volt! Szép munka! Köszönöm! Most senki sem megy haza! Jól van! Senki sem szégyenül meg a családja előtt! Szép munka! Igen, Susan! És mindenkinek itt volt a családja ezen az óriási eseményen! Ügyes voltál! Köszönöm! Szép volt! Ez rettentő izgalmas! Milyen érzés a kezetekben tartani? Csodás! Ugye? Remek! Sajnálom, de most azt kell mondanom, búcsúzzatok el a szeretteitektől. Szeretném, ha felmennétek a szobákba, és átvennétek a fekete kabátokat, mert közeledik a következő egyéni kihívásotok. Szia! Szeretlek! Szia. Sziasztok, szeretlek! Sziasztok! Miután átestem azon a sok büntetésen, a sok kemény munkán, és mindenen ebben a versenyben, végre a kezemben tartom a fekete kabátot.
Itt vagyok. Minden szenvedést megért, minden egyes percet. Megnyerem a pókol konyháját. Ott leszek Vegasban. A meglepetés családi látogatás után az utolsó öt szakács megkapta a fekete kabátot. Wow. Hű! És már alig várják, hogy bebizonyítsák, érdemesek rá. Micsoda kabátok! Susan, milyen érzés? Tökéletes, tökéletesen jó. Az, hogy fekete kabátot viselek, csak tovább tüzeli bennem a versenyszellemet. A célon tartom a szemem, és kész vagyok nyerni. Mostantól a kihívások során egyedül dolgoztok. Csodálatos érzés, hogy sikerült elnyernem a fekete kabát viselési jogát. Az volt a célom, hogy legalább ezt elérjem. Az új célom, hogy mindent megnyerjek. Mielőtt hozzálátnánk az új kihíváshoz, bepillantást nyújtok abba, hogy ezúttal mit nyerhet a győztes. A nyertes az egész délutánt a családjával töltheti. Te jó ég! Egy egész napot a családdal tölteni? Istenem, de szeretnék velük lenni délután. Ez jelent mindent. Izgultok? Igen, főnök. De ehhez először nyerni kell, rendben? Igen, igen. Most igazi kuktának kell lennetek. Igazi kuktának? Szó szerint? Még sohasem használtam kuktát. Még sohasem főztem kuktában. Még életemben nem használtam kuktát. Még sohasem főztem kuktában. Nekem van otthon egy kuktám, szóval izgatottan várom a kihívást. Így van, a következő feladat során kuktát kell használnotok. Ahogy tudjátok, a kuktában gyorsan lehet főzni. Csodálatos módja ez, hogy megpuhítsuk az olcsó húsokat és remek ízt adjunk. Igen, főnök. Azt szeretném megtudni, hogy melyikőtök képes 5 csillagos fogást főzni egy olcsó húsféléből. Igen, főnök. Jó, azt szeretném, ha egyesével nyitnátok fel a kuktákat, hogy kiderítsétek, mit fogtok főzni. Értitek? Igen, főnök. Cindy, gyere az asztalhoz, válasz egy kuktát, bármelyiket. Sertést. Szép. Igazi kihívás, hogy a kuktában valami olyan finomságot főzzek ebből az olcsó szívós húsból, ami tálaláskor mégis elég. John! Igen, főnök. Oldalas szerettem volna, mert abból lenyűgöző fogást tudok alkotni. Báránycomb. A basszus. Szép. Finom. Remek. Állati. Azt gondoltam, tudod mi? Báránycombbal is jó leszek. Pontosan tudom, hogy mit csináljak. Ez jó lesz. Ó, hasalja. Hasalja. Nagyszerű. Szeretem a hasalját. Sokszor ettem már, de még sohasem készítettem. Szóval ez kihívás lesz. Kecskeborda. Kecskeborda. Nincs rajta túl sok hús, és tudom, hogy rágós lesz. Mary. Oldalas. Oldalas. Titokban pont ebben reménykedtem. Egy újabb szakácsálma vált valóra, ugye? Igen, főnök. Mindannyian 45 percet kaptok, hogy a kuktátokban egy abszolút lenyűgöző 5 csillagos fogást készítsetek. Készen álltok? Igen, főnök. A 45 percetek most indul. Igyekezzetek. A fekete kabátosok első önálló kihívásán. Itt jövök mögötted. Remzi főnök feladata szerint a szakácsoknak egy olcsó húsféléből. Hagyma. És az általuk ügyesen megválasztott hozzávalókból. Ez itt okra? 5 csillagos fogást kell készíteniük. Én a jól bevált rusztikus francia stílust választom. Ánis kapor és pórihagyma a két kedvencem. Ezeket az ízeket akarom a disznóhúsnak átadni. Remélem ezzel kitűnök majd, a jó értelemben véve. Azonnal vöv burgonyonra gondoltam, ami egy francia étel. Nekem kell okra, krumpli. Nem találkozom gyakran okrával, pedig remekül használható zöldség, és pontosan tudom, mit csinálok vele. Én kicsit őszies ízekre gondoltam. Imádom a tökött sertéssel. Ez egy igazán finom étel lesz. Még fél órátok maradt, jó? Használjátok ki! Amikor Mary nagyon koncentrál, a nyelve lassan egyre kijebb csúszik a szájából. Egyre kijebb és kijebb nyújtja. Szerintem ma totál kilóg majd a nyelve. Mary, húzd vissza a nyelved. Ugye nem akarod belelógatni az ételbe? Már csak 25 perc maradt. Igen, főnök. Nem érzem elég puhának. A kuktánál van egy szabály.
Ne nyisd fel a fedelet. Ahányszor kinyitod, a nyomás annyiszor esik vissza, és várni kell, amíg újra kialakul. Susan, mit művelsz? Ne nyisd ki még egyszer! Susan, ne vedd le a fedőt! Még Susan talán túl sokszor nyitja fel a fedőt. Rohadt pároló! A vetétársai. Egyenesen az arcomba fújja. Egyre jobban felmelegednek. Használja valaki a párolót, vagy kikapcsolhatjuk? Én használom. Rendben. Ment a pároló, amit Méri használt a krumpliához. Az a nyavajás egyenesen az arcomba fújta a gőzt. Még a vágódeszkámat sem láttam. 15 perc eltelt. Igen, főnök. A rohadt életbe azt sem látom, hogy mit csinálok a tetves pároló miatt. Ne már, John, ez nem rakétatudomány. Menj másik pulthoz. Áthelyezzünk? Igen, remek. Gyere ide. Köszi. Szuper. Na, ennyi volt. Valakinél ég valami, úgy érzem. Odaégett. Ó, basszus. Azonnal éreztem, hogy odaégett. Nem. Ez most nem történhet meg. Egyértelműen alábecsültem ezt a kuktát. Még 20 perc! Totál kiakadtam. Kiborultam. Mi a fészkes fenét csináljak? Basszus. Ugye tudjátok, hogy nyomás alatt kell főznötök a húst? Elcsesztem. Meglepett, hogy John leégette a húst a kuktában. Én is éreztem. Láttam, hogy hátul megpróbálja kisúrolni az edényt. John kezd összeomlani a nyomás alatt. Kivettem a combokat. Azok nem voltak olyan rosszak. Még nem vették át az égetést. Kitöröltem a kuktát, és kiakadtam, mert az alján még mindig volt égett cucc. Elcsesztem. Tennem kellett valamit, hogy visszatehessem a húst a kuktába, és befejezzem a főzést anélkül, hogy égett íze lenne. John, adok egy másikat. Hál' Istennek, volt még egy kukta a konyhában. Köszönöm. Utolsó 5 perc, emberek! Igen, főnök! Húzzatok bele! 100%-ra kell mennem. Ha ez azt jelenti, hogy nekem kell meggyúrnom a friss tésztát a mai fogásomhoz, akkor megteszem. Hű, jó illata van. Meg akarom nyerni a versenyt. Még 2 perc, gyerünk! Igen, főnök! Tálaljatok! A fogásom pont úgy sikerült, ahogy akartam. Csak azon aggódom, ki lesz a bíró, mert a kecske kisé fűszeres lett. Utolsó perc! Igen, főnök! Basszus, a hús nem pihent elég ideig. Nem tudom, mit tegyek. Szeljem fel, hagyjam egyben. 20 másodperc. Úgy érzem, a fogáshoz használt összetevők ízei remek összhangban vannak. Nagyon büszke vagyok. 5, 4, 3, 2, 1, és tálalás. Hozzátok ki őket, ez az. Jó, óvatosan tegyétek rá a fedőket. Ma 2 igazán kiemelkedő és hihetetlenül sikeres nő segít nekem az elbírálásban. Az első bíró Los Angeles egyik legmenőbb éttermének, az Osteria Mozzának James Beer díjas tulajdonosa. Hű, azt a mindenit. Fogadjátok szeretettel Nancy Silvertont! Nancy Schaeff csodálatos. Az előző munkahelyemen a könyvei mind ott voltak a polcon. Csodálatos, hogy ma ő is megkóstolja a főztemet. A másik zsűritársam az első olyan személy, aki a kulináris újságírás területén James Beer díjat kapott. Jelenleg ő a Los Angeles Magazine étkezési rovatának szerkesztője. Leslie Bargar Suter. Hello. Jó reggelt. Ezek a nők mindent tudnak a konyhaművészetről és az ételekről. Itt nem lehet amatőrködni. Előttük nem, és a fekete kabátban sem. Ez a tiszteletre méltó zsűri fogja értékelni a fogásaitokat egy 1-től 5-ig terjedő csillagskálán. Rendben? Igen, főnök. Az a szakács, aki a legtöbb csillagot szerzi, az nyeri meg a kihívást. Érthető? Hölgyeim, kezdhetjük? Igen. Köszönöm. Kezdjünk hozzá. Susan, hozd ide a fogásodat. Köszönöm. Most, hogy fekete kabátot viselek, különösen nyerni akarok. Még mindig vannak kételkedők és ellenlábasok a pokol konyháján, szóval bizonyítani akarok. Ma a hasa aljából készítettem a fogásomat, amit ánis kapor és póri hagyma körettel tálaltam. Egy kis ropogós malacbőrrel a tetején. Jó étvágyat!
Jó ízű, de a zsíros rész nem főtt át eléggé. Értem. Nagyon szalonnás. Mondtam, hogy nem lesz jó, ha felnyitod a fedőt. Tetszik az íze és a köret fanyarsága. Szerintem ez egy kellemes felemelő részlet, habár én finomabbra szeltem volna. A hús felül nem főtt át eléggé. Alul roppant ízletes. Hölgyeim, kérem pontozzanak. 3 csillagot adok. Én szintén. 3 csillag. Köszönöm. 9. Susan, csak 9 csillagot szerzett. A következő? John, gyere, kérlek. Ma kemény kritikusaink vannak, és oda kell tenni magunkat. Ó, szép. Hű. Ez egy báránycomb. A hagyományos francia konyha irányába mentem el, a karalábéval és apró krumplival. Ez egy klasszikus, rusztikus fogás. A látvány, a szín fantasztikus, csodálatosan karamellizált. Reméljük, az íze is olyan jó, mint ahogy kinéz. Azt hiszem, egy kicsit tovább kellett volna a kuktában főzni, mert egy kicsit még rágós. Basszus, 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 tudtam! És nekem egy kicsit sok a vaj. Értem. Ha érzem a számon, akkor tudom, hogy... Egy életre a csípőn marad. Az ízek nagyon kellemesek, de egyetértek Nancyvel, egy kicsit még főzni kellett volna. Igen, a tálalás csodálatos, de a hús nem főtt át eléggé. Szép próbálkozás. Hölgyeim? Hű. 3, 3, 4. Köszönöm. Szép volt. El akartam kápráztatni őket, de e pillanatban még győzelemre állok. Csak nyugtattam magam, hogy nyugi, elvihetem, megnyerhetem a kihívást. Cindy, kérlek, gyere! Itt a perc. Így derül ki az egyéniségünk. Meg kell nyernem az egyik ilyen kihívást, hogy az enyém legyen a legjobb fogás. Sertéscombot kaptam, amit tökpürével és fügekompottal tálaltam. Köszönjük. Szívesen. Rengeteg íz van benne, ami remekül dolgozik együtt, de nem igazán tetszik a színe. A látvány nem túl étvágygerjesztő, de roppant kellemes. Nagyon szigorúak. Nagy kár, mert potenciálisan ez egy remek fogás. De a küllem sajnos lehúzza. Olyan, mintha már 5 órája felszelted volna. Hölgyeim, csináljuk együtt. 3, 2, 2, 7. Istenem, nem hiszem el, hogy 7 pontot kaptam a 15-ből. Atyám, még a felét sem értem el. Viccelnek velem? Susan 9-et kapott. A következő Janelle. Gyere, kérlek. John 10 csillaggal vezet, de az ajtó még tárva nyitva áll Janelle előtt, aki a kecskéjével átveheti helyét az élen. Ma kecskebordát készítettem egy kevés ropogós okrával és a rusztikusra tört édes krumplival. Jó étvágyat! Ez több, mint remek. Remek. Nem, jobb annál. Csodásan fűszerezett. Nagyon finom. A kecskehús az egyik kedvencem. Hű, nekem ez fenomenális. Hölgyeim? Öt, négy, öt. Szép munka. Remek munka, Janelle. Köszönöm. Igen, 14 a 15-ből. Sok szerencsét, Mary. Szükséged lesz rá. Csodás, és ezzel te vezetsz. Remek munka. Köszönöm. És végül, de nem utoljára, a hentesünk. Gyere, Mary. Miután Janelle szinte tökéletes teljesítménnyel lenyűgöző vezetésre tett szert, nagy nyomás nehezedik Maryre és a marha pörköltjére. Ma egy böv burgonyont készítettem, ezért a húst megpirítottam, majd a csonton hagytam főzés közben. Mindezt friss tésztával. Begyúrtad a tésztát? Igen. Köszönjük. Ambiciózus. Megmondom, bátor dolog. Hiszek a fogásomban, nekem ízlik, de nagyon nehéz lesz azt a 14 pontot felülmúlni. Nancy, milyen volt? Minden összeillik, a húsdarabok, a répa, sőt még a tészta is passzol. Nagyszerű. Íz lett a hús. Finom volt. Finom. Nagyon jó, igazán. Az a kérdés, hogy legyőzi-e Janelle fogását. Egy kicsit ideges lettem, de egyértelműen hiszek abban, hogy az én fogásom jobb, mint Maryé. Ebben minden együtt van. Még a gomba is tökéletesre főtt. Remek fogás. Ez kínzás, tudni akarom. Basszus, annyira nyerni akartam. Készen álltok? Én igen. Istenem, köszönöm szépen! Köszönöm, köszönöm 3x5 csillag. Mary, 5 csillagos fogást alkottál, hihetetlen! Olyan izgatott vagyok. Ma láthatom a családomat. Ez lesz a legjobb napom. Szép munka. Szép munka.
Köszönjük meg a két csodálatos zsűrit a közreműködését. Köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Mary, íme néhány jó hír. Ma csodálatos kényeztetésben lesz részed, hidd el. A családoddal a legcsodálatosabb vacsorát költheted el Wolfgang Puck egyik éttermében. Istenem! Ez szívás! Jó neked. Szerettem volna látni a családomat, és borzasztó nagyot csalódtam magamban. Az egész éttermet lefoglaltuk neked és a családodnak. Köszönöm szépen. Siess, mert a limó már úton van, érted? Szép volt, srácok. Szép volt. Köszi. Olyan izgatott vagyok. Ez egy életre szóló élmény, amit megoszthatok a családommal. Egyszerűen szárnyalok. Míg Mary a családjával vacsorázik, rátok vár némi kínzó, fárasztó és nagyon mocskos munka. Csak mondd mi az, úgyis tudom, hogy van valami őrült dolog. Hadd jöjjön! Mind a négyötök szolgálatait felajánlottam a Tree People-nek. Egy oldalon fogtok ásni, bokrot metszetek, mulcsot terítetek, azaz a közösségért dolgoztok. Igen, főnök. De ezzel nincs vége. Nagy nap ez a mai, mert ez az újrahasznosító nap. Ezért belemásztok a kukákba, kibontjátok a szemetet, és szétválogatjátok az ételmaradékokat az üvegektől. Jaj, ne. És a megfelelő kukákba teszitek őket. Most tűnjetek el. Ez a büntetés gusztustalan. Elég erős gyomrom van, de nem igazán bírom a szagokat. Ez óriási. Rám is. Ezt nézd! Úgy látom, senkinek sem áll olyan jól ez a kezes lábas, mint nekem. Cindy egy óriási nagyot kapott, aminek az ülepe a térdénél lóg. Johnra is nagy az operája. És úgy néz ki benne, mint egy őrült. És Janelle... Totál hülyén nézek ki. Rajta sem áll olyan jól, mint rajtam. Hódítani fogok. Míg Susan szeretne divatot csempészni a büntetésbe, Mary! Te jó ég! Izgatottan várja, hogy magasan Los Angeles fölött együtt legyen a családjával. Szia! Kicsim! Ennél jobb nyereményt nem is kérhettem volna. Ez igazán izgalmas. Már több mint egy éve nem találkoztam az öcsémmel. Az a legjobb az egészben, hogy ezt a nagyszerű dolgot megoszthatom a szeretteimmel. Ma meg kellett nyernem a kihívást. Úgy éreztem, nem veszíthetek. És sikerült! Hiányzik a családom. Mondjuk pohárköszöntőt a családra, arra, hogy támogatjuk egymás álmait, és arra, hogy együtt töltjük ezt a napot. Igen. Míg Mary a családjával ünnepel. Ez finom. Nagyon jó. Fincsi. A csapat többi tagja az anyatermészettel találkozik. Sziasztok! Szia! Isten hozott benneteket a Tree People-nél. Jim Hardy vagyok az igazgató. Ez a Coldwater Canyon Park. Az első feladat. Ketten fogjátok a mulcsot, és újra terítitek vele az ösvényt. Ki vállalkozik erre? Ez elég könnyűnek tűnik, de talán van ennél könnyebb is. Mehettek is! Jó ötlet, hogy ez a büntetés a természetvédelemmel kapcsolatos. Szívesen végzek egy kis önkéntes munkát, míg itt vagyok. Ti ketten egy lepusztult hegyoldal tisztításában segítetek, jó? Felássuk a földet, az ösvényre terítjük és elegyengetjük. Ásni fogunk a hegyoldalban, szóval azt kívánom, bárcsak a mulcs lapátolást választottam volna. Itt ez a jó mulcs. Kezd egyre nedvesebb lenni. Janelle-el dolgozunk együtt. Készen van? Elég nagy feladatokat oldunk meg viszonylag gyorsan. Felvilláztuk a mulcsot, levittük az ösvényhez, kiborítottuk, elegyengedtük, szétrúgtuk, gerebéztük, és kész. Eddig jó. Ha ezzel a módszerrel dolgozunk, hamar kész leszünk. A szemembe ment. Jól vagy? Igen. Ez igazi fizikai munka. Megfájdult a hátam, kezem is sebes lett. Rémes. Ez rohadt nehéz. Tudom. Szerintem ez az izé legalább 50 kiló. Aj, a hátam. Míg Susan egy deréktámaszra vágyik, Mary... Íme a Kobe specialitásunk. A legnagyobb támogatóival ünnepel. A hüvelyk és a mutató ujjaddal fogd. Valahogy így. Nem lesz egyszerű. Mindig is sajtos szendvics családnak neveztem magunkat. Nem jártunk finom éttermekbe. Finom? Nem tudom, mennyi jut a szájukba, de ez az étel nagyon ízletes. A jó életre! A jó életre! Pontosan.
Ti már elmehettek, lássuk ők ketten hogy állnak. Mi a gond? Valami nagy izé most kezdett kimászni a földből. Nagyon fura teremtmény. Miféle teremtmény? Így mászott ki. Ijesztő volt. Ne, hagyjuk a földben. Csúnya volt. Olyan volt, mint egy bogár? Nem, nagy volt, és egyre nagyobb lett. De jól vagytok? Szusszanjatok egyet, nagy levegőt. Jó, egész jól haladtatok. Rendben, mára ennyi elég. Kösz szépen. Kösz, Jim. Ó, te jó ég, annyira örülök, hogy ennek vége. De idegesít, hogy vajon mi vár ránk a pokol konyháján. Tudom, hogy most jön a java. Én is kiveszem belőle a részem. És mosolyogni is fogok. A zöldségeket, az ehető vagy egykor ehető dolgokat tegyétek az organikus kukába. Minden más a másikba, rendben? Köszönjük. Igazán hálás. Vissza a fizikai munkához. Kit izgat, hozzászoktam. Lássunk hozzá, végezzünk gyorsan. Atyám, hányni fogok? Igen, guztustalan. Képzeljék el a leggusztustalanabb dolgot, amit valaha szagoltak, és azt szorozzák meg 572 000-rel. Na, ilyen rossz volt. Istenem, borzasztó ez a bűz. Ó, igen, ez, Nem tetszik ez a hang, John. Mikor ettünk mi ilyen sok rizst? Férgek! Kukacok! Ez a leggusztustalanabb dolog, amit el lehet képzelni. Mozog és tekereg, látjátok? Igen, kukac. Nem már lányok, csak végezzünk ezzel a büntetéssel, és vegyük le végre ezt a nyambat overált. Atyám, a hús tele van nyüvekkel. Képtelen vagyok erre. Ez guztustalan és mocskos. Rosszul vagyok. Ne menj túl közel. Istenem, nem megy. Nézd ezt a kis kukacot, megpróbál ellogni. Tekereg. Semmi gondom nem lenne ennek a szemétnek és mocsoknak az átfésülésével, ha nem lennének benne nyüvek. Ez a nyüves zsák? Jelenleg mindaz. Szerintem mindben van. Gyerünk, Janelle. Fogd be, ezek nyüvek! Minél gyorsabban végzünk, annál hamarabb letudhatjuk ezt a kínzást, és tovább léphetünk. Ezt nézzétek! Ned rakendője! Hűha! Tényleg? Ez még a kezdetekről való. Ez valószínűleg nem organikus, mert gyúlékony. Ez rohadt guztustalan. Ó, itt jön Mary. Sziasztok! Szia, Mary! Hogy haladtok? Remekül. Olyan boldog vagyok, hogy ma nem kell kint lennem. Nem tűnnek boldognak. Szeretnél segíteni? Ó, bocs, de most nem megy. Biztos? Hajat kell mosnom. Sosem vágytam kukabúvárkodni. Biztosan nem maradok le semmiről. Sziasztok! Ez nem tartozik a céljaim közé. Óvatosan! Az elején nagyon jól néztem ki, de most már nem annyira. A szemét egyetlen lánynak sem áll jól. Rohadt zacskó! Szükségem van egy kis pihenésre és kikapcsolódásra. Jól van, mehettek. Húzzunk el innen. Menjetek fel! Kapjátok be, rohadt újrahasznosító hippik. Én jövök! Bűzlök! Egy hosszú, izzasztó, büdös nap után a vesztesek jóvá tették bűneiket, és az összes szakács az esti pihenésre készült. Új embernek érzem magam? Tudom én is. Egyet kivéve. Nem tudom, képes leszek-e újra enni. Hello? Ramsay vagyok, mindenki jöjjön le most azonnal. Igen. Amilyen gyorsan lehet. Susan, gyere le azonnal! Azt hittem, egy ilyen hosszú és büntető nap után miénk az este. Hol van Susan? Jövök. Nem is sejtettem, hogy még lemegyünk a konyhába. Gyorsan sorakozzatok fel! Jó. Látom, gyorsan leértetek. De jó ég. Éppen befejeztem a tusolást. Hülyén éreztem és szégyeltem magam, hogy törölközővel a fejemen állok ott. De legalább nyilvánvaló volt, hogy fürödtem. Azért hívtalak ide benneteket, mert valami nagyon fontosat kell mondanom. Basszus, mit talált ki már megint? A holnapi vacsora lesz a pokol konyhájának legnehezebb estéje. És talán a ti konyhaművészeti karrieretek legnagyobb kihívása is. Először is. Egy konyhában fogtok dolgozni, mint egyetlen dinamikus csapat. Hogy hangzik? Remekül. De a másik konyhában egy másik csapat dolgozik majd. Az általam ismert legjobb szakácsok némelyike ellen küzdötök majd. Tudnom kell rólatok, mennyire vagytok jók, ha komoly versengésre kerül a sor.
Atya ég! Csodálatos séfekkel találkoztunk, bárki szóba jöhet. Nobulász vagy Wolfgang Puck? Ki lehet az? Meg kell tudnom, mennyire vagytok jók. Készen álltok? Igen, főnök! Izgultok? Igen, főnök! Szeretnétek találkozni az ellenfeleitekkel? Igen, főnök! Viccelsz velem? Törölközővel a fejemen ismerkedjek meg egy csomó idegennel, akikkel versengeni fogok. Nem hár, tényleg? Jó, figyeljetek rám. Az első szakácsunk. Fogadjátok szeretettel! Folytatjuk. A következő részben. Amikor azt mondtam, kemény verseny lesz, úgy is gondoltam. Kiderül, mely ismert séfek lépnek be a pokol konyhájának ajtaján. Ez a fickó igazi vadállat a konyhában. Hogy szembeszálljanak az utolsó ötössel. Mind érezzük a nyomást. Vajon lesz esélye a versenyzőknek? Csináljuk! Ez ellen az elit csapat ellen. Most komolyan ők egy másik szinten vannak. Vajon kénytelenek lesznek kétségbeesett megoldásokhoz folyamodni? Talán előveszem a bárdomat és lecsapom a fejét. Habár a szakácsoknak csapatban kellene dolgozni, kezdjetek el bízni egymásban! A belharc. Próbálok nem bunkózni. Nem értek egyet. Hibáztás. Olyan döntésre kényszeríti Remzit. A dolog kezd undokká válni. Ami örökre megváltoztatja a versenyt. Nem hagytok választást. Ez egy katasztrófa. Nem bízom senkiben. Mindez legközelebb a pokol konyháján.